Vendégünk Rosonczi Kovács Mihály, a Salföldi Dalföld program szervezője, és nem mellesleg népzenész. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a kívást. Immár 9. alkalommal rendezitek meg ezt a fesztivált. Milyen múltra tekint vissza, milyen emlékeid vannak az előző évekből? Egy diófa alatt ültünk 2013-14 körül, és arról beszéltünk, hogy ezt a gyönyörű vidéket, amit a Balaton felvidék jelent oly sokaknak, ezt meg kéne abból a szempontból mutatni, hogy milyen sok olyan művész lakja, akik nem csak ide jönnek és utána elutaznak, adnak egy koncertet és hazamennek, hanem itt találtak otthonra. Úgyhogy ez hívta életre a Salföldi Dalföldet, és ezeknek a művészeknek egy része képzőművész, más része zenész. Nyilván zenéből könnyebb fesztivált csinálni, úgyhogy így jött létre jazzre, népzenére és komoly zenére építkezve a Salföldi Dalföld, aminek lassan az egy évtizedes múltját ünnepeljük. Igen, ez egy 9 év alatt, vagy 8 év alatt, mert ugye ez a 9. nagyon sok minden történt. Neked mi a legemlékezetesebb pillanatod mondjuk a fesztiválról? Gondolom, hogy számtalan ilyen van. Igen, most itt említhetnék szép fellépő pillanatokat, nem tudom, amikor a cigányság ezer arcát ünnepeltük, és indiai fellépők, olá cigány zenészekkel, meg a százcsávási muzsikusokkal együtt ünnepeltek, de én mégis azokat a pillanatokat ragadnám meg, és nekem azok a legszebbek, amikor sikerült azt megélni, hogy a Tapolca környéki, Salföld környéki, nem csak művészek, hanem akár mentős, tehát mindig arra koncentráltunk, és ez volt annak idején egy fő pillére az egésznek, hogy akkor csináljunk valamit, hogyha tudunk, hogyha összetudjuk kötni az országos színvonalat, azzal a helyi erővel. Akkor egy fő küldetése igen, is akár. Igen, igen, és igazából nekem a legnagyobb öröm az, hogy létrejött egy olyan önkéntes csapat, nem csak Balatonfelvidékről, hanem az egész országból, akik most már az egyik ékkövét jelentik ennek a fesztiválnak, és azt meg úgymond csak begyűjti az ember úgy pluszba, hogy hallottuk, jók a fellépők, hogy igen, mert az, tehát ugye a célunk az volt, hogy maximáltuk is az eladott jegyek számát 777-ben, tehát legyen ember. Én nem közeli ezt a számot, hogy 770. Igen, ez sem véletlen. Hát az örökké valóság természetesen. Tehát, hogy maradjon ember közeli a fesztivál, adjon lehetőséget arra, hogy a tájra, a természetre, a művészetekre és önmagára reflektáló közönséget szolgáljon ki, de mindez párosuljon országos vagy inkább nemzetközi színvonallal. Meg mindig kitaláltok egy-egy tematikát az adott évre, az idei a férfi hang lesz, tavaly voltak a hölgyek. Női hangok. Így van, de idén teret kapnak a férfiak is. Miért éppen ezt álmodtátok meg, és hogyan fog ez kinézni a fesztivál alatt? Hát, női hangok nélkül nincsenek férfi hangok, és fordítva. Úgyhogy ez adta magát. A Szent Efrén férfi kar fog föllépni a Pálos Kolostoromban, a Hard Jazz Band lesz a szombati napja, június 22-ének a fő fellépője, a 21-i pénteki napnak, tehát a népzennek körül szerveződő napnak is férfi fellépőik lesznek, Dress Misi, Folk Quartet, de említhetném a Duckshell-t, említhetném a Jazz Dajt, úgyhogy mostanában egyébként, vagy nem is annyira mostanában, hogy általában a szólistákra, a nőkre gondolunk, a session zenészek persze most lehet, hogy meg fognak kövezni mindenféle kvóták alapján, de azért a session zenészek között több férfit látunk, a szólistánk inkább nők. Azért azt megmutatni, hogy lehet ez fordítva is, és hogy különösen azoknak a vendégeknek, akik itt voltak velünk tavaly, és egyik női szólista bűvéletéből a másikba esnek, megérezni azt, hogy mit jelent az az erő, amit a férfiasság képvisel zenébe. Szerintem ez egy különleges élmény lesz, és ugye, ahogy minden évben előadásaink is vannak, úgyhogy ehhez a tematikához illeszkedik például Nádor Zsombor előadása, aki pont a tekintélyről, a férfi eszméről beszél majd, mielőtt megnézzük együtt a Magyarország-Skócia meccset. Ezúton is hadd gratuláljak Szoboszlai Dominikéknak, mert szerintem, amit ma nagyon a Németország ellen tettek, nagyon, az egy csoda volt. És tényleg, szerintem tényleg, is egy csoda igen. volt. Hát akkor arra is jut majd idő, hogy természetesen, akkor akkor nem lesz koncert, megnézzük, akkor úgy, minden megáll. Úgyhogy minden megáll, előtte Bedepetyáék fognak muzsikálni a Fanfára komplexa, utána meccs, és akkor utána Vidákovicsi Zsákék fogják levezetni a remélhetőleg 16 közé jutó magyar válogatottnak reméljük, a sikereit. Reméljük, hogy így lesz, nagyon szurkulunk. Lesz-e hajnalig tartó táncház? Mert nekem nagyon sok ismerősöm egyébként már volt ezen a fesztiválon, tényleg. És ők ezt emelték ki. Csak nagyon Gyuri hiányzik onnan. Én hiányzom, de lehet, hogy idén el is látogatok, és nem csak majd beszélgetek róla, hanem tényleg ott leszek. Hát és nagyon sok ismerősöm azt mondta, hogy nagyon-nagyon jók a fellépők, nagyon jó a gasztronómia, meg az egész helynek van valami olyan, nem is tudom, egy varázsa,
de a hajnalig tartó táncház az mindent visz. Bevallom, szerintem nem, tehát én magában azt gondolom, hogy a táncházaknak általában varázsuk a hajnalig tartósága, a közösségi élmény. A Salföldi Dalföldnek egyik célja volt, hogy olyanokhoz is vigye el a táncház varázsát, akik esetleg nem ismerik. Tehát szerintem minden táncházban benn van ez a magával ragadó erő. Ez, amit mondtál, én most már ugye... táncolni, szóval lehet, hogy azért fogott meg ez az info, hogy táncház. Hát egy ideje, én most már lengyel-olasz politikai elemzőként dolgozom, és annál nagyobb öröm, amikor meghallani, hogy jaj, a Dalföldön voltunk. Tehát szerintem a táncházakban mindig megvan az az erő, és a Dalföld is igyekszik egyik terepe lenni, ahol ez testet ölthet. Erre kifejezetten figyelünk. Tehát itt a táncházat, ugye a Balatonfelvidéki Néptáncosok találkozóját úgy szervezzük meg, hogy nincs verseny, nincsenek díjak, mindenki mutassa meg, hogy mit tud táncolni, és az esti táncház kifejezetten kicsiknek és kevésbé kicsiknek arról szól, hogy az is álljon be, aki esetleg nem tud táncolni, de aki még annyira se akar beállni, érezze meg, hogy ha csak megiszik egy balatoni olasz rizlingből egy fröccsöt, az a része a közösségnek. És akkor itt visszakanyarodhatunk Szoboszlai Dominikékra, hiszen erről szól a nemzet, ha együtt sportolunk, együtt ünnepeljük azt, hogy egy közösséghez tartozunk, ezt meg tudjuk tenni, akkor is, hogyha kalotaszegi hajnalikat énekelünk együtt. Hát akkor nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, nagyon jól hangzik a fesztivál, ott a helyi várunk mindenkit szeretettel, június 21, 22, 23, Salföld, Ábrahámhegytől északra. Dalföld. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.